Miki egy szép napot elhatározta, hogy felcsap doktor bácsinak. Mindjárt magára is borított egy fehér lepedőt, orrára tette az apja szemüvegét, zsebébe dobta a kis bádog trombitáját. Ez lesz a szívhallgató. S körülnézett, kit gyógyíthatna meg. De senki nem volt beteg a házban. Ebben a pillanatban nagy visítást hall a konyhából. Kiszalad, hát ott látja Csutakot, a kicsi fekete kutyát, amint három lábon szaladgál fels alá, a negyediket pedig a hasa alá húzza nagy fájdalmában. Mi lehet-e Csutakot, édesanyám? Kérdi Miki az anyjától. Ó, ez a bolond jószág! Sopánkodik az anyja. Soha sem tanulja már meg, hogy ne kaparászon az ajtó előtt. Megint beszorult a lába. Csak meg ne sántuljon, szegény. Majd én meggyógyítom! Jelentette ki Miki büszkén. Szépen ölbe vette Csutakot, s bevitte a szobába. Lefektette a díványra, és föléje hajolt. Ne tessék megmozdulni, fiatal ember! Mondta neki, s a szívhallgató trombitát a bordájára nyomta. Csutak abban a pillanatban felkunkorodott, és ham! Majdnem bekapta a doktor bácsi fülét. Miért harap, fiatal ember? Hát, ha csak nem veszett meg! Nyomta vissza a díványra a kutyát, szépen hanyat fektette, és elkezdte kopogtatni a bordáit, hogy a tüdejét is megvizsgálja. Csutak most nem kunkorodott fel, csak éppen a lábát dugta be a doktor bácsi szájába. Fúj, Csutak! A betegek nem viselkednek így! Hagyd már, hogy megvizsgáljalak! Kiabált rá Miki. Azzal szépen lenyomta megint, és egy ceruzát szorított a hóna alá. Most megmérem a lázát, fiatalember. 10 percig, ne legyen egy moccanás se! Csutak izgett, mozgott, vinnyogott mérgében, míg nem Miki kivette a hőmérőt betege hóna alól. Csóválta a fejét nagy gondterhesen. Fiatalember, önnek magas láza van, 42 fokos. Nyújtsa ki szépen a nyelvét! De Csutak szűkölt, és sehogy sem akarta a nyelvét megmutatni. Tehát hogy gyógyítsa meg, ha még a nyelvét sem akarja megmutatni? Szólt rá nagy mérgesen Miki. Na, majd hozok egy kanalat, hadd nézze meg a torkát. Hozott egy kávés kanalat, megragadta a kutya fejét, szétfeszítette a száját, és szépen bedugta a fogai közé. Most mondja, á! Nem hallja, fiatal ember! Csutak ebben a pillanatban nagyot rugaszkodott, kiszabadította magát Miki kezéből, s kanállal a szájába berohant az ágy alá. Mérgében még a sántikálásról is megfeledkezett. Jöjjön elő, fiatal ember! Szólt rá szigorúan Miki. De Csutak csak morgott, morgott, ide-oda pofozta, s mérgesen rákcsálta a kanalat. Miki négy kézláb utána mászott, s csalódottan szól. Csutak, te bolondos! Hiszen még nem is írtam fel orvoságot! De a nagybeteg olyan mérgesen vicsorgatta rá a fogát, hogy Miki belátta. Csutakkal nem lehet doktorost játszani. Itt a vége. Fuss el véle. Thank you.